Na sziasztok! Eredetileg ma belustultam, és úgy döntöttem, nem megyek sehová. Aztán most úgy elmondom, ránézek az applikációra, mit ír, mert nyugis környezetben be nem indulok, mert akkor oké, hogy a város meg tudjuk nézni, de anyagilag nekem meg ráfizetés, inkább itthon maradok. De pörgöt! Legalábbis eddig az van odaírva. Aztán lehet, hogy mire odaérek, már nem az lesz, de most haladunk arra, haladok arra. Így legalább esélyem nyílt, az ígéretemet teljesít, hogy megmutassam, milyen a kihalt idézőjelben város. Eddig már 4 autóval találkoztam, úgyhogy annyira még nem a kihalt, olyan hétvégi, késő esti. De meglátjuk, milyen a városban. Itt elég nyugodt. Nyilván azért, hogy sokan mennek haza majd a munkából, de eddig sokkal üresebb, mint szokott lenni. Na! Bent valahol a központban majd látni fogjátok, milyen. Ezen már úgyse érek el. Mondtam? Eddig ilyen a Kőbányai út. Ebben együtt talán 10 autót, vagy 15-öt láttam. Könyves Kálmán körült, Hungária körült. Ott teljesen üres. Itt meg ez a pár autó jön. Meg ami még ott megy. De mondom, hogy csak most mint nemrég 8 óra telt. De sokan mennek még majd haza. De eddig egész csendes és nyugodt. Mondtam, volt egy ilyen sejtésem, hogy mire beérek rendesen. Nagyjából középre. Vagy a köré. Addigra normál lesz. Hát normális lett. Nem baj. Elég volt ahhoz, hogy motiváljon. Ezt a csendet figyeljétek. Na? Egy autó, egy busz. Ennyi. Most kaptam egy címet valami. Nem tudom milyen étteremből. Van valamilyen Lao vagy valami ilyesmi étterem. Jó, látom, kész az étel. De bizonyám, hogy kész van. Sziasztok! Sziasztok! Köszi nektek is! Az első esti cím a Mária utca 32. Na ez megvan. Első és egyben utolsó címem, ledobtam. A múzeum körült. Jött egy címem. Na, akkor megvan a második címem ezen a napon. Eddig nem is rossz. Így ilyen az Astoria. Szia! Címecske! Mária utca 18, fő a változatosság. Csömbbe maradok. Na akkor teljesítettem 2 nappal később, amit kérték, kedves nézőm. Jó napot! Beadtam, és át is vett. Érintkezésmentesen a doboz tetejéről. Ahogy az kell. Most ez a szabály. Nem adhatom a kezébe. Jambivok dohányot szok. Most nincs kitelősebb. Pont azért kell jobban vigyázni. Hát, nem egy kapkodó idegbeteg társaság. Sziasztok! Sziasztok! Megvett a kaját. És a dobica 12-be viszem. Vagyis itt az akácon fel. És utána bor. Leadtam, megvett a következő cím is. Ismét a Domna Mama. A hátsó lámpám fogta magát, és lemerült. Pedig töltve volt, valószínűleg kimozdult, mert érintkezés hibás a töltő. Látjátok, hogy mozog? Épp, hogyha hozzáérek, és így elalszik a töltő, úgyhogy
van egy kis problémám ezzel. Megvan? A cím a Páva utca. 5. És ez az utolsó. Ki kellett offolnom magam emiatt, a hülyeség miatt. Akkor villogó nélkül megyek. Na srácok, ilyen a Calvin tér. Szép, mi? Csendes és nyugodt. Megjöttem. Megnézem, kinek viszem és hová. Hát srácok, köszönöm, hogy néztetek, vagy néztek. Ezt a kis rövid estét is köszi. Nem az annyira változatos, mint szerettem volna, de ez van. Nem kellett volna bekapcsolni az applikációt, és akkor többet tudok mutatni a városból. Most ezt a vackort próbálom megbuharálni, hogy hazáig lássanak. No. Tehát azt akartam mondani, hogy köszönöm, néztetek, és bocsi, hogy csak ilyen kevés sikerült a városból. Megpróbálom ezt megcsinálni, működjön. És ennyi. Szokásos, szóljatok az utastársaitoknak, találkozunk legközelebb. Sziasztok!